A DS appnak jelenleg 1600 aktív felhasználója van. A mobiltelefonos alkalmazáson keresztül érkező lakossági bejelentések többsége a Városi Hivatal műszaki osztályához kerül. Leggyakrabban szemételszállítással, közvilágítás meghibásodásával, úthibákkal és parkolási gondokkal kapcsolatos problémákat jeleznek így a lakosok. Nagyon fontos, hogy pontos helyszínt kapjunk az adott problémáról. Közvilágítás esetén esetlegesen az oszlop számát tudni, vagy a házszámot, ahol nem világít a lámpa. Úthibák esetén is nem csak az egész utcát, hanem valami közelebbi kapaszkodó pontot is szívesen fogadunk, esetleg egy fényképes csatolmányt. A Városi Hivatal arra kéri a lakosokat, hogy panaszaikat ne a közösségi oldalakon közöljék, hanem ezen az alkalmazáson keresztül. Az applikációt folyamatosan fejlesztik, hogy minél felhasználóbarátabb legyen. Tervben vannak folyamatos fejlesztések, tényleg annak tekintetében, hogy minél egyszerűbb legyen kezelni. Ha felmerül egy bizonyos új terület, amit esetleg fel lehetne tenni, akkor ahhoz alakítunk egy új menüpontot. Ami folyamatosan változik az alkalmazáson belül, azok a hírek és az események, amiket állandóan aktualizálunk és töltünk fel, az eseményeket próbáljuk legalább egy hónapra előre feltölteni. A DS app nem csak a dunaszerdahelyieknek, hanem a környék lakosainak, illetve a városba érkező turistáknak is hasznos információkkal szolgál. Az applikáció letöltéséhez és használatához internet elérésre van szükség.